Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és az igazi IC Challenge-nek a második epizódja, és számolgattam, hölgyeim és uraim. Az az igazság, hogy minden, amit szeretnék csinálni az elkövetkezendő időben, ahhoz nincs elegendő alapanyag a térképen, miből is gondolom. Hogy összeszámoljuk a térképen levő összes vasat, mínusz ezt a 3 darab űrhajó darabot, ugye amik itt vannak a térképen, akkor összességében 635 darab elérhető vasam van. És ezt a 635 darab vasat úgy kell elhasználnom, hogy építenem kell egy kvarclámpát, 2 hidroponikus növénytermesztőt, a falakat, egy kohót, egy elektromos tűzhelyet, és talán egy varrógépet, amennyiben lesz rá szükségem. Ez itt az óriási nagy kérdés, hölgyeim és uraim, de mindenféleképpen kell 100-100. Egy-egy hidroponikus növénytermesztő ágyásnak, ami ugye 8 darab rizs termesztését engedélyezi nekem. Ide kell még 2 darab kályha minimum, 2 darab kályha, kvarclámpa, 2 darab elem, amit ugye nem adtam hozzá, meg még egy szélerőmű. Ez rengeteg nyersanyag, viszont ami nagyon fontos, a kohó, hogy fém, salakot tudjak kiolvasztani, a fémet, vasat tudjak kiolvasztani ezekből a fém salakokból. Ezekhez hogy jutok hozzá? Ezekhez úgy jutok hozzá, hölgyeim és uraim, hogy érkeznek majd különböző drop podok, remélem szállítmányok, amik ugye eldobnak 1 vagy 2 vagy akár több fém salakot, és egy fém salakból azt hiszem 20 darab vasat tudok kinyerni. És gyakorlatilag ezek a kis szarháziak, amiket eddig nem használtam, szinte egyáltalán, jó, volt már rá példa, de alig használtam, ezek fognak engem kihúzni a szarból. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, elkezdjük a mostani játékunkat, 22 óra van, hamarosan teljesen sötét lesz, már nem megyünk ki a külterületre, és folytatjuk a kutatásunkat Szerával, és utána pedig lepjenünk, és következő nap, mivel már innen nagy részét a fémnek, mondhatni, 100 darab van még, ami 2 kör, plusz még az a űrhajó darab. Itt van még 228 vas, amit el kell hoznunk a lehető leggyorsabban. Kajával 41 darab túlélő csomagunk van, úgyhogy okkal kell a hidroponikus növénytermesztés előre hozni, előtérbe hozni. És itt a nyersanyagaink hogy állnak, az ott avul, 51-53, a gyógyszert is jó lenne fedél alá rakni. Pszichotikus nyugalom! Köszönöm szépen, jobb lesz a hangulatunk, ami fantasztikus dolog, de jobban örülnék egyébként. 89 fok van, azt követően cipeljük el a fát. Jobban örülnék mindenféleképpen annak, hogyha kapnék esetleg valami szállítmányt. Ennyi a kihűlés, 12, jó, dobáljuk a patkót 25%-ig. 28-ig, oké. 28, ezt mire bemegyünk. Rekreáció, annyira nem szuper, bemegyünk. És itt is hideg van most, mert sajnálatos módon nem működik az egyik radiátorunk. Egy radiátort tudunk működtetni, így 2 darab szélturbinával, és még mielőtt nagyon-nagyon belemennénk a történetbe, elemmel fogjuk kezdeni ezt az egész kört. Úgyhogy amennyiben megfelelő lesz a hőmérséklet, most mínusz 83 foknál tartunk. Igen. Azt mondja, hogy kell nekünk egy energia, és... Oké. Akkumulátor. Kutatás. Erről megfeledkeztem, igen, az előző részben mondottak, hülyeségek voltak, ne azt csináltok, akkumulátorral kezdjétek, mert máskülönben nem fogtok életben maradni. Odakint mínusz 80. Menj le mínusz 80 alá. Gyerünk, júgusztus van. 79, oké. És jók vagyunk, hogy jól csinálunk, hölgyeim és uraim, hogy el fogunk menni itt az egyik fém darabért. Ezért. Gyerünk, aranyom! Rohany, és a kihűlés elkezdődött. 8, 9, 10, 13. Nem érjük el, jó! Ez most eléggé kegyetlen lesz. Ez most eléggé kemény. 33, 35, lelassultunk. 40. Gyerünk. Ne ess össze, aranyom. Ne ess össze. Oké. Túl fogjuk élni. Azaz! Elhoztuk. Mínusz 78 foknál elhoztuk, anélkül, hogy bármilyen sérülést elszenvedtünk volna. Oké. Jó. Együnk. 52 vas. 52-t tudunk elhozni. Nem. Nem. Sokkal többet? Ja, ez alapból itt volt. 52-t hozunk. Oké. Na, lássuk, hogy állunk egészségbe. Még egyszer ezt meg fogjuk próbálni. Nem, nem fogjuk. Minusz 80 fok van. És társaságban pihenünk. Oké. Minusz 81. A fát azért még becipeljük. Cipeljük. És ezt is. Minusz 16, 18. Jó, és alszunk. Oké, nagyszerű. Tető alatt van elméletileg is, gyakorlatilag is az összes nyersanyagunk, amivel rendelkezünk. 50 és 51. A lehető leggyorsabban be kellene vigyük ezeket a gyógyszereket, és lehet, hogy itt egy körzetet, egy raktárterületet ki is jelölök itt a gyógyszernek, hogy nehogy tönkre menjen. És itt kizárólag az előállítottból a gyógyszerek legyenek előnyben részesítve. És itt ezen a területen gyógyszereket nem szeretnék, és így el tudjuk onnan szállítani. Tehát amennyiben felkelünk, kajálni fogunk. Napfogyatkozás! Egyetlen egy droppodot nem kaptam még. Visszük a raktárterületre, és feltöltjük azt, azt követően pedig a gyógyszereket töltsük fel. Hogy állunk? Eléggé bátran mozgunk. 19-20. Jó, azt most nem. Azt most nem. Az még ott marad. Bemegyünk belterületre. Minusz 92 fok van, nem nagyon kellene itt vagánykodnunk. És egy újabb napot sikerült túlélnünk. Oké, na ide egy ajtót tervezek, hölgyeim és uraim. Egy ajtót ide. És acélfalat fogok lerakni, ugye ebbe a zónába. És így szeretném. Ez segíteni fog a bázisomnak a szigetelésében, ugyanis egy ajtó mögött nem lesz annyira hideg, mint itt. De amíg nem építem fel a harmadik szélerőművet, addig nem nagyon szeretnék itt vagánykodni, illetve meg fogom hosszabbítani még egy fallal ezt a részt. És itt ezeket ne használjuk, ne építsük. Ez egy jó technika arra, hogyha szeretitek blokkolni itt az építkezést. 97 fánk van, ami azt jelenti, hogy ide még egy, és ide egy, 50-75. Remélem nem csesszük el. Remélem nem fogunk semmit se elcseszni. 89 fok. Oké, 88. Megyünk lefele. És fel is építjük a falat. Ez mindenféleképpen kell. 1, 2, 3, és ezt a 3-at pedig le fogjuk bontani. Amennyiben eljön az ideje. Cipeljük az acélt? Aha. Szerintem ne csináljuk. Szerintem szerre úgy ne. Jöjjünk ide be? Most így nagy hirtelen? Oké. És kutassuk az akkumulátorokat. 86. Amennyiben elég jó lesz a hőmérséklet, akkor fogunk elmenni még egy körre. Ide. Ide. Ezt próbáljuk el összeszedni. Anélkül is meg lehet szerintem csinálni a játékot, de... muszáj összeszednem ezeket a fém darabokat. Napfogyatkozás van, ami azt jelenti, hogy nem kapja meg a felszín azt a hőmérsékletet, amit meg kellene kapnia. Bent 21 fok, 89, az a 21 fok teljes mértékben jó, és a kutatásra kell ráfeküdnünk, hogy mindenféleképpen az akkumulátorokat el tudjuk helyezni. Oké. Az első támadás, hölgyeim és uraim, érkezik, kalózok. Az ARES Party érkezik a közelbe. Te ki vagy, barátom? Pisztoly, a csavargó, Fabien. Most a játék első szakaszában biztos, hogy nem fogunk semmilyen embert összeszedni. Illetve inkább megpróbáljunk olyanokra hagyatkozni. Nem olyanokra hagyatkozni, hogyha olyan lesz a támadó, akkor is megpróbáljuk összeszedni mindenféleképpen. Valószínűleg meg fogsz fagyni, barátom. Instabil, gyönyörű, és aszkétar. Neki nem lenne probléma. Viszont, ami nekem kell, szövet téli kabát, színszövet kabát. Nekem az a szövet téli kabát kell. Méghozzá azért, mert a színszövet kabát jelen esetben a hideg ellen 17,6 fokot véd, És ez a szövet téli kabát, ami 82%-os egészen jó minőségű. A hideg ellen 32,4 fokot, tehát hogyha én ezt le tudom szedni róla, anélkül, hogy meghalna, tehát maga tehetetlenül összeesne, akkor az nekem egy óriási győzelem lesz. Oda kell mennem, le kell vetköztetnem, mert hogyha nem sikerül, akkor bukom a cuccot. Halottról ugye nem vehetek fel semmilyen ruhát. És mit csinálnak? Támadás előtt még felkészülnek. Jó. Nem. Erről szépen leteszünk, ez itt meg fog fagyni ez a szerencsétlen. Bár mondjuk nem. Ennyi kihűlése van. Elindult felé. Elindult támadni, mert rájött arra, hogy nem, felkészül. Felkészül. Oké, én ezt bezárom. Ne rohangáljunk itt a hidegbe, mert szükségünk van az összes erőnkre. Kihűlés enyhe. 17, 18, 20%. Mozgása mínusz 10%. Remélem, hogy támad. Megkezdik a rohamot. Helyes, 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 helyes. Gyere, barátom! Gyere, 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 gyere! Gyere, gyere, gyere! 38, 40, 44, 48, 50. Oké. Na most érkezett valami időnk. Oda megyünk. És lássuk. Erős kihűlés, 54%. És elkezdhetjük lőni. Gyerünk, találd el, aranyom. Erős kihűlése van. 60%, oké. Jó, bemegyünk. Eldobta a fegyvert. Ennyi kihűlése van, felmelegenünk egy kicsit. Leszettük a... Levetkőztetjük. 10%-on vagyunk, ami tökéletes. És levetkőztetjük. Kaptunk egy pisztolyt, amit be tudunk olvasztani. És fel fogjuk venni a kabátját. 12%-nál vagyunk. Ez egy nagyon nagy győzelem, srácok, lányok. Ez a hullait rondítani fogja a környezetet. Ez az. Nagyszerű. Kényszerítjük viselni. Megnézzük, hogy most egyenlőre mínusz 11,7 fok a toleranciánk. Levettük, mindjárt megfagyunk. És most mínusz 26,5, ami azt jelenti, hogy a távoli tárgyakat is el tudjuk hozni. Ez zseniális, ez valami fantasztikus lesz. Silány cucc van rajtunk, természetesen az kellemetlen. Szövetsapka, szövetsapkának pedig hideg ellen 8,1. Ezt is kényszerítettem viseljük. Azt is gyorsan felkapjuk. Oké, rajtunk van. És most csinálunk egy olyat, hogy kilépünk a világba. Karavánt indítunk ide. Oké, elfogad, jóváhagy, és visszamegyünk, és megmondjuk, hogy felpakoljuk ezt a karavánra. Így. És szépen hazamegyünk, és ott hagyjuk megfagyni azt a szerencsétlent. Ugye mi történne ilyenkor, hogyha a szabályok nem kötnének a játékhoz? Szét tudnánk szedni ezt a szerencsétlent, a testrészeit ki tudnánk operálni belőle, el tudnánk adni, fel tudnánk darabolni, a bőrét, húsát szintén el tudnánk adni, húsát meg tudnánk enni, de ilyen sajnos nem tudunk csinálni, és így kell nekünk élni ezen a zord, ebben a zord környezetben. Hogy van az egészségünk? 21%, zseniális. Oké, eltávolítjuk a karavánból. Jó, oké. És bejövünk ide. Ez már nekünk nem kell. És folytatjuk tovább a kutatást, csak először kipakoljuk a cuccokat. Oké, az első támadást túl éltük, hölgyeim és uraim, sőt, olyan fantasztikus élménnyel gazdagodtunk, hogy lett egy téli kabátunk és egy sapkánk, ami silány minőségű szövet, de lett, és ez a legfontosabb dolog. Hogyha jön támadás és szerencsénk van, és nem például alpakka gyapjú, hogyha nem gyapjú kabát van rajta, akkor előfordulhat, hogy hamarabb meghal, mielőtt odajönne hozzánk. És nekünk készek kell lennünk, kirohannunk és leszedni róla minden cuccot, ami csak lehetséges. Hát ez hamar le fog rohadni rólunk, a színszövet kabátot el kell raknunk, mert hogyha esetlegesen nem tudunk téli kabátot készíteni az elkövetkezendő időben, akkor muszáj lesz felvennünk egy kabátot. Tudunk növényeket termeszteni, ez az, kisütött a nap, 8 óra van, és most már szerintem sokkal bátrabban indulunk el ezért. Lehet, hogy visszafelé úton érjük majd el a 20%-ost. Tudom, hogy nem, 20%-os kihűlést. 89 fok van odakint, és hamarosan végére érünk a kutatásnak. Szerencsétlenünk megfagyott itt ezen a ponton, nem is fogom ezt kijelölni. Hogyan tudjuk eltakarítani ezeket a dolgokat? Egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot fogunk használni, meg fogom várni, vagy vásárolni fogok. Meg fogom várni azt, amíg egy molotov koktélt nem dob el valaki, mert én biztos vagyok benne, hogy eldobnak. Biztos vagyok benne. És ha eldobnak, egy helyre fogom gyűjteni mindazt, ami gyúlékony, és nem kell. És ledobálom. És nem kell elásnom a tetemeket, hanem egyszerűen csak elégetem őket, mert ugye az emberi tetem az éghető. Megpróbálom a 80 fok környékén kiküldeni Serrát, addig kutassunk. Ezen a raktár területen emberek, tetemek nem lehetnek. Oké, helyes. 86 fok van, 11 óra, hamarosan melegedni fog az idő. És megnézzük az élvezeti értékét. Szociális 46%-ban legyengült. Nem csoda, hisz odra bent van abban az egyetlen egy kis lyukba, ahol radiátorok világítanak. Úgyhogy pörgessük meg az időt. Csökkenjen, 85 fok. 84. És most fogyott el az energiánk. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy 84 foknál elindítjuk. 84 foknál elindítjuk, és szerintem szintén a karavánt fogom használni. Nem megközelíthető. Oké. Cipeljük az acélt. És lássuk. 84 fok. Minusz 83. Most indultunk el. 10%-on vagyunk. Rengeteget jelentett. Rengeteget. Oké, világ. Karaván. Pipa, útvonal kiválasztása. Igen, elfogad, jóváhagyás. És vissza, és karavánba rakodunk ezt, az összeset. Mondom, az összeset. Mindet a karavánba rakodjuk, és az összeset, és karavánba rakodjuk az összeset. És nem tudunk többet rakodni, viszont el tudjuk cipelni a maradék egyre. Így van, így tudunk horribilis mennyiségű acélt elcipelni. 20%-nál vagyunk, hogy visszaértünk. 20%-on. Mit csinálunk? Sétál! Ez egy remek ötlet! Aranyom, ez egy... Visszavonom a karavánt, bemegyünk oda, és kutatunk tovább. Oké. És kipakoltuk még azt a maradék acélt. Remek. Bánatos szegény, nagyon-nagyon szomorkás, viszont fel kell melegednünk, és utána kimehet patkódobálósat játszani. Utána kimehet. Kajálunk. És így is van. Egy kockával előrébb fogom vinni ezt a patkódobálást, hogy innen tudjuk dobálni. Pszichotikus hullámok abban maradtak, enyhe kihűlésünk van. Ami jóval, de jóval lassabb, mint ami volt. Zseniális győzelem volt. Oké, azt elvittük, a ruhát is elvisszük, és bevisszük a kaját, és mit csinálnánk? 18, mennénk a vasért, de ezt most biztos, hogy nem fogjuk megcsinálni. Hanem valószínűleg felépítjük ezt a külső falat, ez lesz már a következő feladatunk, de bemegyünk ide. És már nem vagyunk bánatosak, hidegben aludtunk, mert sajnos nem működött mind a 2 radiátor, de most meg fogjuk csinálni a 2 darab elemet. 302 vasunk van. Még össze kell szednünk valamennyit, illetve szét kell szednünk a 2 űrhajó darabot. Először a távolabbit fogjuk használni, szétszedni, azért, hogy még nyáron meg tudjuk csinálni ezt a feladatot. Ez azért lesz nagyon-nagyon fontos. Oké, hogy állunk? Hajnali 2 óra van. Akkora fehérség van itt, srácok, lányok, hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen napszak van, hogyha nem nézünk az órára. És kutatunk tovább. Amúgy is mínusz 94 fok van, de az akkumulátorokat ki kell kutatnunk. Elnézést mindenkinek a félrevezetésért, akkumulátort kutassátok. És... Szuper! és meg is csináljuk a 2 akkumulátort. Akkumulátor egyszer-kétszer. Azt gyorsan gyártsuk le. Szuper. 8 óra van. Ami nagyszerű. Kivisszük onnan a szobából a gusztustalan dolgokat. És 20%-nál járunk. 21. Ja, oké, kutassunk. Hidroponikus növénytermesztés lesz a következő, és most, hogyha már így nagyban belekanyarintottam a nem jó irányba, mi az, amit tudunk? Fatelepítés teljes mértékben ki van zárva, a fedett szobában nem tudunk most már fát telepíteni, tehát régen, amíg még nem volt ugye 1.0 a játék, tudtunk olyat csinálni, hogy létrehoztunk egy szobát, volt benne megfelelő fény, kvarclámpának köszönhetően, minden optimális volt, amit csak kell, és fát is tudtunk elméletileg, de most már sajnos nem tudunk. Ami még itt fontos nekünk talán a napelem, de a szélerőművekkel sokkal, de sokkal jobban állunk. Figyelnünk kell egyébként, de ezt majd el fogom mondani a növénytermesztésnél, hogy hogyan kell kezelnünk így a szélerőmű per a hidroponikus növénytermesztésnek a kapcsolatát. Az elemek lesznek azok, amik jelzés értékűek lesznek számunkra, az elemek. És szerintem egy vezetéket rakok le ide, egy vasért. És lebontom ezt, ezt és ezt az elemet. Oké, meg is csináltuk. Meg vagyunk, kaptunk belőle 3-4-4 darab vasat, ami egészen tűrhető. Miért csináltam itt ezt a kis energiát? Mutattam már, a mesztelen brutalitásban vettem elő először ezt a technikát, azt hiszem. A termelésnél van egy olyan dolgunk, hogy kohó. 170 acél kell hozzá, és... Én ezt ide fogom lerakni, lehet, hogy az asztalt forgatnom kell egy kicsit. De mi azt fel fogjuk építeni, odakint 80 fok van, tehát mindenféleképpen elmegyünk a vasért. És ezt mi itt be fogjuk szállítani. Először is a cipelésre kattintunk. És most, itt jött az enyhe kihűlés. Az előzőben, amíg nem volt kabátunk, már itt meg volt. Lehet, hogy nagyon kiakasztó, hogy ennyire áradozok erről a kabátról, de tényleg sorsfordító. Egy ilyen kabát. Világ. Karaván. Szára. Útvonal kiválasztása. Oda menjünk a jégsapkákra. Elfogadjuk, jóvá hagyjuk és menjünk szépen. Most már karavánt tudunk rakodni ebből. Túl nehéz. Oké. Akkor az összeset, ebből 53-at, oké. Nem tudunk többet, tehát a maradékot pedig cipelni fogjuk. Ez az. Maradt 58 vasunk, szuper. Szállítmány! Az első szállítmány, ne legyél nagyon messze. Köszönöm. És burgonyát kaptunk! 36 burgonyát, ami picivel van messzebb, illetve kaptunk 7 darab fémsalakot. Nagyon jó. Oké, ez a beszéd. Így kell rendi. Így kell csinálni. Nagyon jó. Fel fogunk melegedni, és utána elmegyünk a kapott tárgyakért, és valószínűleg megcsináljuk a raktárhelyiségünket. Oké, karaván az kiütve. Oda miért mennénk? Mert sétálna. Nem szeretnék sétálni. Az acélt azt lepakoljuk, és bejövünk ide felmelegedni. Ja. Valamint kajálni meg kutatni, ez lesz a következő feladatunk. Meditálsz, társaságban pihen. Hát igen, 40% mínusz. El fogunk menni a burgonyáért mindenféleképpen, hölgyeim és uraim. Hasonló technikát fogunk alkalmazni. Mínusz 82 fok van. Te mit csinálsz? Várakozik. Lehet, hogy nem késik az még egy napot, ugye? Elkészítjük. Kintről is be tudunk menni, kintről is be tudunk pakolni így, ami elég érdekessé teszi a játékot. Mínusz 10. Mennyi alapanyag kell még oda? Rengeteg. Mínusz 87, és most már nem nagyon kell kimennünk. És ugye itt van, hogyha az elektromosságra kattintunk, az energiára, akkor ehhez a pici csonkhoz kapcsolódik hozzá ez az acélkohó, és hogyha rákattintunk az újracsatlakozáshoz, akkor működik, hogyha nem, akkor meg nem működik. Így nem kell egy kolonistának elmenni az eszközhöz és lekapcsolni, mert valójában egy olyan áramforráshoz csatlakozik, amiben nincs áramforrás. És mi azt manuálisan tudjuk csinálni. Én nagyon örülök, hogy ezt benne hagyták a játékba. Nagyon-nagyon örülök. És ezt eltávolítom, ezt a kályhát. Igen. Ezt az asztalt áttelepítjük ide. Ezt a széket áttelepítjük ide. És ezt a kályhát pedig telepítjük ide. Kész, most már tudunk dolgozni esetlegesen, hogyha szeretnénk. És itt van egy darab fémsalakunk, és annak érdekében salak olvasztása ebből a zónából. Fogok csinálni majd egy raktára természetesen a salaknak. Megnézzük, hölgyeim és uraim, hogy hogyan is működünk. Bekapcsoljuk, és olvasztjuk a salakot. Mennyi munkát? Hát nem olyan sok időt veszel, és 20 darab acélt kapunk, ami szerintem fenomenális. Oké, csatlakozunk, áram kikapcsol, és túlélő csomagot viszünk be oda, és mennénk a maradék acélért. 89 fok van mínuszba, úgyhogy inkább ezt az acélt szeretném, hogy becipeljük. Már ennyi kihűlés veszélyünk van. És én ezt le is fogom tiltani. Mindent tiltani kell, srácok, lányok. Mindent, mert különben elindul a karakterünk, és ha nem vesszük észre. És megy kutatni. Megy kutatni. Kedvenc munkája a kutatás, ugye ez egy nagyon-nagyon jó fordulat. Nagyon-nagyon jó beállítás a Radamantól, hogy a kutatás a karakterünknek a kedvenc elfoglaltsága. Ez zseniális. 12 óra van, mínusz 84 fok, abszolút jók vagyunk mindennel. 40. És igen, romlik a minőség, tehát a lehető leggyorsabban pénfallal kell körbe venni. És lehet, hogy az acélfalat meg fogom változtatni, és nagyobb raktárterületet fogok lerakni. Oké, lesz mit letörölnöm, úgy érzem. Azt nem így kellett volna. Acélfal, igen. És ez az, ami nem kell, és ez az, ami nem kell. Oké, építkezzünk egy kicsit, aranyom. Így van. Gyorsan felhúzzuk, hogy a raktárunk fedett legyen mindenféleképpen, és ne avuljanak itt a dolgaink. Ezt majd tudjuk bővíteni. És oké, tető alatt vannak. És minőség silány, és mostantól kezdve nem avul semmi. Minusz 82 fok van, 15 óra, és itt pedig már minusz 80. Nagyszerű. Hogy állunk? Egészséggel, kihűlés enyhe. Ezt be is zárom, hogy még véletlenül sem menjünk kijebb. Minusz 82, és lehet, hogy elmegyünk a burgonyáért. Most vagyunk készen. Társaságban pihenünk, mert az élvezeti értékünk az a békosság alatt van. Úgyhogy idejövünk. Rakni fogok le egy raktárt, szemétdombot ráadásul, így ide, bejárat elé, és itt kizárólag a darabok, a fémsalakok legyenek. Előnyben részesítettek, minusz 82 fok van, ami azt jelenti, hogy ha én ezt a fémsalakot kijelölöm, hogy hozza, ezért eljövünk, és utána a burgonyát pedig szépen kijelöljük, és bepakoljuk a hátizsákunkba. Na lássuk, hogy hogy állunk. Kihűlés szempontjából 7-8, nagyon jó, elértük, és 10%-on vagyunk, nagyszerű. Világ, karaván. Ezt nagyon sokszor fogjátok látni, hölgyeim és uraim, a mostani játék alkalmával, mert muszáj ezt a technikát alkalmazni. Én azt mondom, hogy az összeset, igen, szedjük össze. És karavánra rakodni a fémsalakot. És még mindig bírjuk. 5 kiló egy fémsalak, és a burgonya az nagyon-nagyon könnyű. Ez az. És elcipeljük. És ennyi volt, azt a kettőt nem tudjuk a karavánra rakodni. Lássuk, hogy állunk egészséggel. 20%-nál vagyunk, ez egy kicsikét necces. Semmi gáz, mert bejövünk. És kicsit felmelegszünk, nem itt fogok kipakolni mindent, mert akkor nagyon-nagyon le fog hűlni a szoba, hogyha a karavánt meg fogom szüntetni. 10%, kivonulunk ide. Raktár területünket megnöveljük, ennyivel. Kivonulunk ide, és megmondjuk, hogy a karavánt beszüntetjük. Ott nem menjél ki, barátom. És ki is pakol... Ajajajajajajajaj. Ne. Ide bejövünk. Így. És most. Most kezdünk el aludni. Oké. Megvolt. Ez egy nagyon-nagyon jó. 208 burgonyánk van, ami azt jelenti, hogy 20 egyszerű étellel gazdagodtunk. És mivel fagyott, ezért nem fog tönkre menni itt a fejünk fölött, illetve van egy fix hűtőnk, az egész világ a mi hűtőnk. 87, és most már, hogy itt van ez a helyiség, végül is egy nagyobb szigetelést kaptunk erre a lakosztályunkra. Ami nagyon jó. 97 fok van. Ott van még 2 fém salak, ami természetesen nem olyan értékes, mint 58 acél. És hamarosan a hidroponikus növény termesztést is el tudjuk kezdeni. Itt ezt a patkódobáló játékot át kellene telepítenünk oda, és itt pedig felhúzni a falunkat. A rengeteg fémsalaknak köszönhetően, ami 5 darab most itt, ez 100 vas. És az energiával kapcsolatban itt pontosan 100 vas kell egy szélerőműhöz, úgyhogy elméletileg a következő részben már a hidroponikus növénytermesztést el tudjuk kezdeni, és sokkal, de sokkal, de sokkal stabilabb túlélési esélyeink lesznek így a közeljövőben. Ez a burgonya, ami esett, ez nagyon-nagyon jó, ez valami zseniális. Úgyhogy most próbáljunk meg szerintem építkezni egy kicsit, ami abszolút nem lesz hátrányos. Hajnal 6 óra van. Dobálnunk el egy kicsit azt a patkót. Ami alapvetően most már jó, mert nagyobb a szigetelésünk, és sokkal több élvezetet tudunk ezáltal, a patkódobálás által kapni. Valószínűleg be kell majd mennünk. 25, 27, 8, 9, és most van vége a koncertnek, aranyom. És kutathatunk. Oké, élvezetünk az felment 67%-ra, ami szerintem zseniális. Kiülésünk enyhe. 5... 2, 1 és 0. Hidroponikus növénytermesztés, elkészültünk, hölgyeim és uraim, ami zseniális. Nagyszerű kutatási képernyő. Hallottam, hogy kimentszer. Így van, kiment. Kutatási képernyő. A következő rész, a következő elem az eléggé érdekes, hogy milyen, mi is legyen. A mikroelektronika, multianalizátor, és hibernáló kapszula, ezekre mindre szükségünk van, úgyhogy mehetünk akár ebbe az irányba, mert mindig vissza kell majd mennünk, hogy felmelegedjünk, úgyhogy valamit mindenféleképpen kutatnunk kell. De itt tudunk esetleg gyógyszert gyártani, hogyha szeretnénk, bár nem valószínű, hogy ilyet fogunk csinálni, majd vásároljuk. Kórházi ágyat csinálhatnánk, hogyha esetleg problémáink lennének az ellenfelekkel. Különböző ágyúkat, mesterlövész ágyút is csinálhatnánk, ahhoz viszont a gépészet, fegyverkovácsolás, egyszerű öntöltő, robotágyú, ez lesz szerintem egy következő pont. Egyszerű öntöltő, fegyver és gépészet és kovácsolás. Ebbe az irányba fogunk elmenni, mert szeretnék lerakni ide majd robotágyúkat, hogy ne csak én legyek az egyedüli védelmi vonal, mert hogyha jön valaki, ha érkezik valaki az ellenség közül. Nem tudom, miért kerülte meg. Ha érkezik valaki az ellenség közül, 72, és pontosan meg is vagyunk. Nagyszerű. Olyan kabáttal, ami alkalmas erre a környezetre, ahol itt vagyunk, tehát erre a hihetetlen, eszméletlen, brutális hidegre, akkor ott problémáink lesznek, hölgyeim és uraim, és nem nagyon szeretném, hogy védtelenek legyünk. 30%-on vagyunk, és bevisszük, és bezárjuk. És hölgyeim és uraim, szállítmány, 2 darab fémsalak. Igaz, hogy a támadás és egy kis nyersanyaggal lettünk gazdagabbak, de már sokkal életképesebbek vagyunk, mint ahogy látszódott az az első rész alkalmával. Két oldalról van szigetelve most már a területünk, ide le kell raknom még 2 radiátort, a radiátorok 175 wattot fogyasztanak, teljes teljesítménybe 3450 wattot fogyasztanak, és következő rész alkalmával elkezdődik a termelésnél a hidroponikus növénytermesztés egy, illetve egy másik hidroponikussal. Természetesen lejjebb kell hoznom itt a vezetéket, és én vonakodok itt hozni, úgyhogy valószínűleg ezen a Ádám itt kell, hogy tartalékoljak egy kis nyersanyagot. Ide, illetve ide kerül le egy-egy, középre pedig a kvarclámpa, és következő részben természetesen a hidroponikus növénytermesztésről fogunk néhány dolgot megtudni, hogy mit és hogyan kell csinálni az igazi IC Challenge-ben. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok, én Uno voltam, és még mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!